Vonalkód, Pixel, Akvárium, Világadapter. Csak néhány cím Tóth Krisztina korábbi művei közül. Ő az egyik legolvasottabb magyar szerző, akinek számos irodalmi díjjal ismerték már el munkáját. 10 verses és 6 prózakötete jelent meg, műveit több mint 10 nyelvre lefordították. Regényei és novellái olvashatóak többek között németül, franciául, finnül és spanyolul is. A gyermekirodalomban szokatlan témájú, humoros hangvételű, a tabu témákat könnyedén feldolgozó műveivel hívta fel magára a figyelmet. Tóth Krisztina úgy gondolja, az a tény, hogy kezdetben verseket, ma pedig prózát is ír, egy természetes érlelődési folyamat része, a különböző műfajokban általában párhuzamosan alkot. A próza pedig olyasmi, amin hosszabb távon gondolkodik az ember, tehát az mindig ott van a háttérben, és akkor újabb és újabb fejezetekkel egészítem ki azt a készülő prózai munkát. Igazából azt mondanám, hogy az alapanyag természetétől függ. Az irodalmi témájú beszélgetések szervezője Kürti László, aki az elmúlt hónapokban a kortárs irodalom legismertebb képviselőit hívta el Máté Szalkára, Vásárosnaményba és Nyíregyházára. Az olvasók így találkozhattak többek között Szabó T. Annával, Térei Jánossal és Jónás Tamással is. A Máté Szalkán élő Kürti Lászlónak néhány héttel ezelőtt jelent meg a Csalásról című verses kötete, most pedig hangos könyv kiadására készül. A szerző szerint egyre nagyobb az igény a hangos könyvekre, így talán többen befogadják azokat a verseket, amik első olvasatra nehéznek tűnnek. Mondjuk egy színművészen keresztül, ha hallhatjuk, és újra is újra hallhatjuk, sokkal komolyabb és sokkal könnyebb a befogadás is, úgyhogy ez a lemez abból az ambícióból született, hogy mondjuk az autóban ülve, vezetve egy hosszú úton, nagyon jó lehetőséget kínál arra egy interpretált szöveg, egy színművész általi értelmezett szöveg, hogy a befogadót megtalálja még inkább. Az irodalombarátok a keddi találkozón azt is megtudhatták, hogy Tóth Krisztina legfrissebb könyve, az 50 novellát tartalmazó Párduc bomba a könyvhétre kerül majd a boltokba.